Ez a Nyíregyházi Szépségszalon a pályaorientációs program indulásától segíti az iparkamara munkáját. Az ideérkező diákoknak nem csak bemutatták a fodrász szakmát, az érdeklődők ki is próbálhatták kézügyességüket. Hajcsavarásokat csináltunk, amit nagyon élveztünk, nagyon jó volt. Hát megmutatta, hogy hogy kell, és kaptunk ilyen szórólapot, hogy akinek tetszett, az ellátogathat oda, és még aki már oda lehet is jelentkezni. Lukovics György, az iparkamara fodrász tagozatának elnöke szerint ebben a szakmában a kreativitáson túl az is fontos, hogy keressék a fejlődési lehetőségeket, ugyanis akkor válhat valaki profi szakemberré, ha a kötelező vizsgák után is továbbképzésekre jár. Általában, amikor a gyerekek időnek, mindig megkérdezem, hogy mit tudhattok erről a szakmáról. Hát ugye ilyenkor azt válaszolják, hogy az édesanyjuk, hogy az édesapjuk által, amikor elmennek a szalomba, ugye levágják a hajukat, ott nagyon a külsőségeket látják, meg azt, hogy vagy tetszik neki az a frizura, amit elkészít a szakember, vagy nem. És én úgy gondolom, hogy inkább egy picit a mélységeibe kell őket beavatni, hogy talán belőlük hátra lesz ennek a szakmának az utódjai. És úgy gondolom, hogy ez egy gyönyörű szakma, tehát ebből, hogyha valaki ténylegesen szívvel, lélekkel csinálja, hosszú-hosszú életen keresztül azért ebből meg tud élni. Csak oda kell figyelni, és saját magát szépen oda tennie. A pályaorientációs tanácsadás már az általános iskolai években kezdődik, így a diákok tudatosan választhatnak középiskolát. A Szabolcsnál Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara szakképzési tevékenységének mindig fontos része volt az általános iskolás gyerekek tájékoztatása. Ennek érdekében szerveznek még nyáron is programokat, illetve ősszel osztályfőnöki órákat és további gyárlátogatásokat is tanévközben. A pályaorientációs tevékenységünket illetően igazából a minőségi áttörést a 2013-as év hozta meg, amikor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara koordinálásával elindult a pályaorientációs tanácsadói hálózat, amely azt jelenti, hogy minden megyében egy főállású szakmailag jól felkészült tanácsadó végzi ezt a tevékenységet, és ezáltal be tudtunk ebbe a pályaorientációs vérkeringésbe kerülni. Nagyon szeretnénk hosszú távon a megyében minden általános iskolába eljutni, nagyon-nagyon sok általános iskolás gyereknek segíteni. A különböző pályaorientációs programok között a Kisvakon táborban töltik az időt a diákok, ahol a szabadidős tevékenységek mellett az oktatásra is nagy hangsúlyt fektetnek.